Köszöntöm a Licom Televízió kedves nézőit, teheti Eszterházi Sport című magazin műsorunkban férfi vízilabda játssza a főszerepet, hiszen az elmúlt hetekben már női kézilabdásainkkal, férfi kosárlabdásainkkal is foglalkoztunk, és hát két bajnoki mérkőzésen már túl vannak az Eszterházi SC OB1B és férfi vízilabda csapatának tagjai. A mai napon két játékost köszönhetek a stúdióba, Szabó Eriket és Németi Rihárdot. Sziasztok fiúk, köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok. Na hát igazából beharangoztam, hogy miről lesz szó az Eszterházi SC csapatáról, arról, hogy hogyan sikerült a nyári felkészülés, arról, hogy milyen játékos mozgás volt tapasztalható a nyáron a csapat életében, arról, hogy hogyan kezdtétek a bajnokságot, illetve természetesen arról, hogy milyen szezon várhat majd az együttesre. Én azt gondolom, hogy legelsőként azt beszéljük meg, ha már itt vagytok játékosokként. Tavaly a szezon végén Tóth Péter vezetőedző jött itt a stúdióban, és hát nyilvánvaló, hogy egy edző mindig más, hogy látja a dolgokat, más, hogy értékeli a komplett szezont, mint mondjuk egy játékos. Ja, tavaly a 9. helyen sikerült befejezni a bajnokságot, egy olyan bajnokságot, amelynek nem sikerült ugye a felsőházi rájátszásba jutni. Most egy utólag van még bennetek mindig hiányérzet, mert azt tudom, hogy akkor biztosan volt hiányérzet. Ez most már azért ugye múlté, vagy azért még egy picit üske mindig van a tavalyi szezont illetően bennetek? Hát valamennyi biztos marad, de nyilván egy új szezonról beszélünk. Minél hamarabb el kell felejteni, és kezdődik egy új szezon, új munka, úgyhogy arra kell koncentrálni. Ricsi? Hát én úgy gondolom, hogy ugye nagyon sajnálatos módon nem lettünk felsőházban a csapattal. Az ugye tényleg egy rossz érzés volt, de az, hogy utána a középházat sikerült megnyernünk, és ugye a maximumot kihoztuk belőle, az egy jó eredmény volt utána ahhoz képest, amit tudtunk nyújtani. Igen, a középszakaszbeli rájátszás az már egy sikeresebb időszak volt. Mondhatjuk azt, hogy az azért volt fontos, hogy már az idei csapat építésében, hogy meglegyen, kialakuljon tényleg egy olyan maga, amivel esetleg idén sokkal jobban, eredményesebben lehet szerepelni, hogy sikerélményt tudjatok minél többet elérni, és mondjuk úgy menjetek bele a nyári szünetbe? Hát nyilván azért tényleg nagyon fontos volt, hogy egy középháznak nem a végét csíptük el, hanem hogy tényleg, ahogy te is mondod, pozitívan tudtunk utána felkészülésre és a következő szezonra menni. Hiába a középház, de akkor is ott jól teljesítettünk abban az időszakban. Na hát nyáron ugye volt egy kisebb-nagyobb szünet, kisebb-nagyobb, mennyi időtök volt pontosan? Két hónap. Körülbelül. Két hónap. Sok ez egyébként, vagy kevés? Hát, hogyha nem csinálunk semmit, és csak otthon ülünk, akkor sok, de hogyha van benne mozgás, akkor... Nektek volt? Mert ugye tudjuk, hogy nyáron a strandvízilabda szezonnak van éppen ideje. Nem tudom, hogy esetekben ilyen külföldi nyaralások mennyire voltak benne, vagy külföldi ilyen nyári bajnokságukban való részvétel lehetősége. Hogyan telt nektek személy szerint a nyár? Hát nekem pihenéssel kezdődött. Én szeretem, amikor vége a szezonnak, akkor egy minimális időt pihenni. És utána nyilván el kell kezdeni edzeni, mert ha sokat hagysz ki, akkor nem fogod bírni az alapozást. De volt benne strandvízilabda is, de az inkább egy ilyen buli rész, de jó volt, pihenésről szólt le inkább. Hát igen, muszáj ugye kicsit kikapcsolni, pihenni. De utána nekem is az Erikkel együtt strandvízilabda volt, de azt inkább szórakozásnak lehet tekinteni, mint hogy komoly edzés, meccsek. De igen, a pihenés volt a főszerep, úgy gondolom. Erik nagyon mosolyogsz itt most a másodjára, amikor strandvízilabda került szóba. Van valami kulisszatotok, ami kameraképes? Hát... Nem igazán, szerintem megtartanám. Jó, hát nyilván ez a játékról szól, gondolom a buli vízparton volt, tehát, hogy, hát, de erről szól a nyár, tehát hát, ki kell kapcsolódni. Igen. Akkor ezek szerint jól sikerült a kikapcsolódás, és hogy megújult erővel kezdtetitek el a nyári munkát. Mikor is? Augusztus 1-én. Augusztus 1-én. Tehát akkor kvázi volt egy olyan másfél hónapos felkészülésetek, ugye a szeptember közepi rajtig.
elegendő volt ez a másfél hónap arra, hogy olyan fizikális szintre jussatok, meg esetleg taktikailag is kialakuljon az a felállás, az a játék, ami szükséges volt ahhoz, hogy ilyen jól kezdjétek a rajtot, hiszen a bajnokságot, hiszen ugye arról már beszámoltunk, hogy két győzelemmel startoltak a fiúk, majd számszerűleg erről beszélünk később is. Szóval ez a másfél hónap, úgy gondoljátok, hogy elegendő volt ahhoz, hogy maximálisan fel tudjátok készülni a szezonra? Eddig úgy néz ki, hogy igen. De ebből a két meccsből azért messze menő következtetést nem szabad levonni, mert ez még csak a kezdet, és nem szeretnénk itt megállni. De nyilván az elején a úszásról, a keményebb melóról szólt, aztán voltunk két felkészülési tornán, Fehérváron, meg volt itthon is. Viszonylag jól sikerültek, ebből lehetett építkezni, és most ez a két meccs is jó volt, aztán reméljük a legjobbakat. A felkészülési tornákon túl hogyan nézett ki ez a felkészülés, ez az alapozó időszak? Már tematikáját illetően voltak ilyen erősebb hetek, gondolom az eleje, amiket jobban meghúztatok, vagy ezek a napi egyedzések voltak inkább a jellemzőek? Hát nyilván mindig az eleje az nehezebb ugye visszarázódni a kerékvágásba. Utána úgy gondolom, hogy amikor már megvolt az alapunk és mindenki visszaszokott, akkor már mindenkinek valamelyest könnyebben ment az egész felkészülés. És ezek a felkészülési tornák, ezek milyenek voltak? Ugye említette Erik, hogy volt egy székesfehérvári, meg volt egy egri. Kezdjük a székesfehérvárival, ott kik voltak az ellenfelek, hány meccset játszottatok meg egyáltalán, milyenek voltak a benyomások, milyen eredményt éltetek el? Három meccset játszottunk, az Asival, a Fehérvárral és a Kaposvárral. Első meccset az Asival kezdtük, hát ez ilyen... Kaposvár, tabor. Mint az OB1-es Kaposvár? Nem, az OB2-es. OB1-B-s, igen, bocsánat. Az Asival kezdtünk, az ilyen tapogatózás volt, első meccs. Hát, döntetlen is lett, de abból is lehetett építkezni. Fehérvárt ez viszonylag simábban, és a Kaposvárt is simábban vertük, így azt a tornát azt meg tudtuk nyerni. Jóból különbséggel. Igen. És az itthoni tornán mi volt, Ricsi? Hát az itthoni tornán ugye volt az Egernek az ifi csapata, aki részt vett, volt ugyanúgy a Székesfehérvár, és volt az IBÜ, és itt pedig másodikok lettünk. Ugye itt is a Székesfehérvárt azt könnyen vettük, azt az akadályt. Az Eger ifi csapatával játszottunk szerintem egy nagyon jó meccset, és a IBÜ-lel pedig ott sajnos ott kikaptunk tőlük, és ezért lettünk ugye másodikok, mert az IBÜ mindenkit legyőzött. Uh-huh. Ez a két felkészülési torna, ez mennyire volt szerintetek elegendő ahhoz, hogy itt tényleg edzőmeccsek tekintetében is olyan szintre érjetek itt a bajnoki rajtra, ami elegendő ahhoz, hogy ne ilyen tipikus szezon előtti, szezon elejé meccset játszatok a Neptunnal, hanem tényleg itt már volt a hátatok mögött jó néhány olyan meccs, amiből abszolút fel lehetett készülni erre a szezonra. Hát én úgy gondolom, hogy játszottunk felkészülés során ugye 6 mérkőzést ugye más csapatok ellen, akik ugye az Eger ifi csapatán kívül mindenki az OB1-B-s bajnokságban játszik. Szerintem elegendő volt, hogy ne úgy menjünk az első meccsünkre, hogy még vissza kell, hogy szokjunk, hanem úgy menjünk, hogy azért már tudjuk, hogy milyen erősségek vannak. A játékos mozgás az hogy alakult nyáron? Ugye korábban itt említettem, hogy majd beszélünk erről is, ugye ti már tavaly is itt játszottatok. Mit kell elmondani, mit kell tudni arról, akik távoztak nyáron, kik voltak ezek a személyek, és kik érkeztek helyettük? Bognár Bence, a Bánhidi Attila, ők távoztak a csapattól. És a Farcádi Balázs is. Igen. Érkezett hozzánk a Varga Márk, a Ridzik Zoltán, és az ifiből jött 3 játékos, a Darmos Rihárd, Antal Ádám és Tomozi Bálint. Igen, ők ugye kettős játékengedélyel szerepelnek. Tehát ugye... Nem, ők már teljesen nálunk vannak. Ja, igen, mert ők kiöregedtek? Igen. Akkor ezt is tudjuk. Akkor gyakorlatilag új, 5 új érkező van. És milyenek a társak, hogyan látjátok, mennyire sikerült beépülni a csapatba, mennyire tudtak erősítést jelenteni az előző szezonhoz képest? Hát szerintem abszolút sikerült nekik a beilleszkedés. Szerintem ezzel soha nem volt nálunk gond. Akár itt vissza tudnék utalni arra, amikor én megérkeztem, akkor se jelentett ez problémát, vagy én nem vettem észre, hogy baj lenne ezzel.
Szerintem amúgy erősítést jelentenek mindannyian, mert a maguk posztján azért elég jó játékosoknak számítanak. Igen, ugye itt a Darmos Ihárdról beszélve, hogy egy center, tehát posztársad, ugye az sem mindegy, hogy ugye van melletted még egy center, igen. Hiszen azért egyedül az elég melós szezon lenne. Mennyire tudjátok egyébként, ha center posztról beszélünk, kiegészíteni egymást a pálya, mert bevallom ösztön az első meccseteken a Neptun ellen, ott emlékszem a meccsvégi interjúnál Tóth Péterre pont azt beszéltük, hogy kicsit a center posztunk olyan dadogósnak tűnt, még viszont most már sokkal jobb volt azon a mérkőzésen, hogy te is érezted, hogy még egy, hát mondhatjuk ilyen szezonelei forma volt, vagy nem is tudom, vagy ennyire nagyon figyeltek rád a bekkek? Az az igazság, hogy nekem a szezon az nehezen szokott kezdődni. Tehát nekem igaz, hogy játszottunk előtte, és elég is volt az a felkészülés. A korábbi kérdés, hogy a másfél hónap elég volt, akkor erre az a válasz, hogy nem. Ez is tehát érdekes igen. kérdés, de nekem nehezen szokott kezdődni. Az is lehet, hogy figyeltek, az is lehet, hogy nem. Ezt most nem kérdeztem meg tőlük. De én úgy gondolom, hogy a másik Ricsivel szerintem kiegészítjük egymást. Nagyon jó az összhang, amikor váltjuk egymást a vízbe, tehát minden rendben van. Ha már itt elmondtam itt az első mérkőzés tapasztalatot, akkor folytassuk ilyen téren ugye az ember előnyös helyzetek kihasználása, hiszen ezt Tóth Péter is említette az első mérkőzés után is, hogy ott a Neptun ellen 10-3-ra nyertünk, most pedig hétvégén 14-8-ra a Hódmezővásárhely ellen. Ezekről majd részletesebben is beszélünk itt a folytatásban, de ha már az ember előnyt felhoztam, hát most még ezen az első két mérkőzésen annyira nem volt probléma, hogy nem olyan jó százalékban lőttétek. Bár most, ha jól emlékszem, akkor 7-ből 4 forgól lett emberelőnyből, viszont előtte egyetlen egy gólt tudtunk lőni a Neptun ellen, úgyhogy még 2-2-es emberelőny is kimaradt. Erre mondhatjuk, hogy ez viszont tényleg az a tipikus idényelei forma, hogy itt még tétmérkőzésen a létszámfölényes szituációkat úgy minél élesebben sikerüljön végrehajtani? Hát igen, a forrokon azon folyamatosan dolgozunk, azt tényleg elég gyengén kezdtük. De ha azt veszük, hogy az első meccsen gyengén volt, a másodikon igen, jobb, hát javuló tendencia. Igen, hát nem véletlenül mondtam neked, mert ugye te, mint az emberelőnyök tekintetében komoly tűzerővel rendelkező játékos, meg nem csak emberelőnyökben, tehát azért neked is gondolom, hogy fontos, amikor emberelőnyben játszik a csapat. Mi volt egyébként a gond itt az első meccsen, hogy ennyire besült a rakéta tényleg, hogy még a 2-2-es ember hátrány előnyből sem tudtunk gólt lőni? Hát ez most így elég nehéz kérdés. Nem tudom, szerintem a Neptun az a forrókat elég jól védekezi, de nyilván nem játszottuk végig a forrókat, nem kerestük egymást, hanem valaki gondolt egyet és belelőtt. Nem vártuk meg még, amíg kijön a helyzet, hanem csak tényleg előttük egyszer. Jó, hát mondom, ez most tényleg belefért, meg a negatív munkról ennyit, de hát nyilván olyan, hogy tökéletes meccs szerintem nagyon ritkán van egy csapat életével, egy játékos életével. Hát most ezeken a meccseken az emberfor volt a probléma, de hát sima győzelem volt mind a kettő. És hogyha már erről beszélünk, akkor itt a Neptun találkozóval kapcsolatosan, ugye itt egy rutinos együttesről van szó, magatartás ügyileg mondjuk ez nem látszott rajtuk, hiszen hát elég sok mindent megélt játékosok szerepelnek a fővárosi együttesben, és hát 3 végleg cserés kiáltás is volt szövegelés miatt. Nyilván ez az ő kárukra történt, de hát ott egyértelműen kézben volt az a meccs. Nagyon jól védekeztetek, összesen 3 gólt kaptatok. Ugye abból a 3-ból is 2 volt, amit Benedek Szabolcs kapott egyet. Nem is tudom, ki akarta, ki védekezte. Mata Levente volt a kapuban, aki behúzódott egy ember hátránynál. A lényeg az, hogy 3 gólon tartottátok a Neptunt, volt 10 gól. Még úgymond a gyengébb emberelőnyös lehetőségek ellenére is. Ilyen rajtról kell álmodozni? Tehát ez egy olyan nyitó meccs volt a bajnokságnak, amire azt tudtátok mondani bátran, hogy na hát, soha rosszabbat? Hát én úgy gondolom, hogy így első mesnek ez elment, de tehát, hogy innen csak felfelé van szerintem, és én is kiemelném azért a Szabit, hogy ő szerintem azért hozzátette azt, amit mi elől a emberelőnyös szituációknál elrontottunk, tehát nagyon jól védett. És tényleg csak azt tudom mondani, hogy szerintem ennél rosszabb ne legyen. Mert az egy első meccs volt, igen. Nagyon mosolyog szerik megint. Mivel igen, egészítenéd ki? Én úgy gondolom, hogy a támadó játékunk az úgy viszonylag rendben is volt. Ha a gólok számát veszük, akkor a két meccs alatt lőttünk 25-26 gólt. 24-et, igen. 24-et, az
az rendben van. Meg a első meccsen a 3 kapott gól, és viszont a második meccsen a 8 kapott gól, az szerintem nem megengedhető. És ami még rosszabb, hogy a saját hibáinkból kapjuk ezeket a gólokat, fegyelmezetlenségből, elpasszoljuk a labdát, belelövünk egy támadásba, ezek később nem engedhetjük meg magunknak. Igen, furcsa volt az, hogy ameddig a Neptun ellen összesen 3 gólt kaptatok a meccsen, itt a Hódmezővásár elleni első negyedben már 4-3-ra vezetett az ellenfél, kvázi 8 perc alatt egyel több gólt kaptatok, mint előtte lévő meccsen végig. Aztán ugye ez normalizálódott a helyzet, mert ugye már a fél időben már 6-5-re sikerült vezetni, a harmadik negyedben azt hiszem egy gólt kaptatok, az utolsóban pedig egyet sem, szóval ott azért helyre jött a dolog. Viszont való igaz, hogy ez egy intőjel volt, hogy ott egy picit ilyen védekezés tekintetében gyengébbre sikerült a meccs kezdet. Ennek meg volt az oka? Tóth Petivel az edzőtökkel beszélgetetek erről, hogy mi lehetett ez? Én nem tudom, olyan volt ez a mérkőzés, hogy az elején úgy nem úgy játszottunk volna, meg nem úgy játszottak a fiúk, meg adott esetben én sem, hogy tehát amit tudunk hozni. És ott a harmadik negyedben jött egy olyan fordulat, amikor tényleg mindenki úgy játszotta, hogy tud, és ott el is léptünk ugye tőlük, az volt ott a fordulópont. Nem tudom, hogy mi lehetett a baj a védekezésben, az volt az egyetlen szerencsénk, hogy többet tudtunk lőni, mint ők, és ezért így ezzel tudtuk kompenzálni azt, hogy a védekezés nem volt 100%-os a meccsen. Na hát ez volt a Hódmezővásárhely meccs, és már most hívnánk fel kedves nézőink figyelmét, hogy egyből itt műsorunk után ezt a találkozót megtekintetik a Létszám televízióban, mint ahogy a jövő héten is megtekintetnek majd egy férfi vízilabda meccset, hiszen a következő hétvégén is hazai környezetben játszanak a fiúk. Mit szóltok egyébként ehhez, hogy 3 hazai meccsel kezdődik a bajnokság? Azért ez kicsit szokatlan dolog, nem? Hát szokatlan, meg kicsit rajtunk is van a teher. Ugye a hazai meccseken is, meg ugye idegenben is jól kell teljesíteni, de azért mégis jó lenne úgy kezdeni a bajnokságot, hogy a hazai meccseken, hazai közönség előtt jól játszani. Igen, ráadásul jó, hogy szóba hoztad ezt, hogy teher, mert ezt pont én is fel akartam vetni, mint témát, hogy ha nem is ezzel a kifejezésére, hogy teher ez a 3 hazai meccs, de úgy 3 hazai meccsel kezdődik a szezon, ráadásul nem 3 bajnok esélyes csapattal játszottatok, vagy játszotok, mert azért ez a Neptun Hódmezővásárhely ASI 3-as hazai pályán szerintem mind a 3 esetben mi vagyunk az esélyesek. És hát akkor ilyen szempontból valóban ott van egy kicsi teher rajtatok, hogy egy ilyen sorsolással hazai pályán, ilyen csapatok ellen elméletileg azért 9 pont lenne az igazi. Igen, kötelező lenne a 9 pont, de ha azt veszük a csoportunkba, talán egy erősebb ellenfél van a Kanizsa, és utána pedig Ébül, mi, és talán az ASI, aki a felsőházért harcolhat, de mellette vannak csapatok, és ők sem gyengék, hanem a napi forma dönt. Tehát ki kell hozni a maximumot minden meccsből, és hozni kell ezt a 9 pontot. Meg minden pont. Igen, hát ez biztos, hogy fontos, de a jó rajt ilyen szempontból ez a 3 hazai meccs, 3 győzelem, ez biztos, hogy az egy jó lendületet adna nektek. Meg hát felfigyelne rá a közvélemény, úgymond a többi csapat is, hogy itt van az Eger 3-ból 3-mal kezdett, abszolút potenciális felsőházi esélyes csapat. Na de akkor nézzük meg itt a második forduló eredményeit, hiszen ugye a mi meccsünkön kívül is rendeztek még találkozókat. Ugye mindjárt itt van egy Szolnok 2 Ybl meccs, itt 14-12-re nyertek a fővárosiak. ASI Kanizsa VS-en 6-15, Debrecen 2 Honvéd 2-5-4 és a Neptun Ferencváros 2 mérkőzésen 8-6-os hazai győzelem született. Mutatunk egy tabellát, hogy hogyan áll a bajnokság A csoportja két fordulót követően. Hát elég érdekes a Magyar Vízilabda Szövetség honlapján található tabella, ugye már az első kör után mi lennénk az elsők, akkor negyedik helyen álltunk, most a másodikok. Logikát ne keressünk, ritkán találunk a szövetség életében, de a helyzet az, hogy hát most jelen pillanatban Nagy Kanizsa az első, plusz 10-es gólkülönbséggel, 6 ponttal, nekünk szintén 6 pontunk van, plusz 13-as gólkülönbség. Na mindegy, hát ez csak azért furcsa, mi is ezért írjuk ezt, mert elvileg a Magyar Vízilabda Szövetség a bajnokság kiírója, sőt, hát nem elvileg, hanem gyakorlatilag is, hogyha náluk ez a hivatalos tabella, akkor mi nem fogunk munktól kreálni. Egyébként még egy 100%-os csapat van a két említett együttesen kívül, a Budapesti Honvéd második számú együttese, de hát két forduló után még tabellából azért nagyon komolyan nem lehet kiindulni. Ugyanakkor itt láttunk 10 csapatot a tabellán, és én azt gondolom,
hogy azért mindenképpen fussunk rajtuk végig, melyik együttesről mit tudtok, milyen játékerőt képviselhetnek, pláne azért, amit az erő Berik mondott, hogy itt a nagy kanizsa, amelyik kiemelkedhet a mezőnyből, és hogyha azt nézzük, hogy ahogy te is mondtad, hogy az ASI is a feljutásért küzdhet, a felsőházi rájátszásért küzdhet, és most hazai pályán kaptak egy 9-es vereséget a nagy kanizsától, akkor itt megint csak beigazolódni látszik az, hogy ez egy jó erőkből álló együttes. Mit tudunk a kanizsáról? Azon kívül, hogy jó lesz majd oda elutazni. Hát igen, az kellemes lesz majd az út. A kanizsáról azt tudjuk, hogy nekik azért minden évben ugye a felsőház, és nem is csak a felsőház, hanem az OB1B és bajnoki cím ugye a cél. Szerintem most sincs ez másképpen. Ugye ők egy elég erős brigád, akár itt Tegerben, ha játszunk majd elük, vagy akár Kanizsán is. A másik az IB-ből, akik szerintem még nagy ellenfeleink lesznek, ugye itthon is, és Budapesten is. A többiek is erősek, de úgy gondolom, hogy ez a két csapat, aki meghatározó. Igen, hát ugye itt még említettétek, hogy az ASI, illetve mi papírforma szerint, hogyha lehet egyáltalán ilyet kijelenteni, akkor ennek a négy csapatnak a felsőházi rájátszásba való jutása lenne elméletileg várható? Vagy azért van még itt olyan együttes a hátralévő hat gárdából, gárda közül, akik azért odaférhetnek? És ezt a kérdést azért is teszem fel így, mert ugye a Szolnok 2, Debrecen 2, Honvéd 2, Fradi 2, négy olyan együttes is szerepel az átcsoportban, amelynek ugye első osztályú együttese is van. Kvázi, hát itt mindig lutri, hogy éppen ki milyen felállásban szerepel. Igen, ez a négy csapat lenne elvárható a felsőházba, de hát én oda sorolnám a Debrecent is, aki beleszólhat ebbe. A Neptun hazai pályán az egy nagyon fura meccs szokott lenni mindig, hogy kis pályán játszanak. Melyikben játszanak? Tüzér? Tüzérben, Tüzér. És ott az a kis pálya összeszorított. Hát igen. Az sosem könnyű. Pálya, igen. Igen, igen. Tudom, mert tavaly előtt egyszerűen kizavartak a meccsetekről, akkor nem tudom, de még nem játszottatok itt. Mi még nem, de tavaly, amikor ott játszottunk, akkor a szülőket egy párat kizavartak. Igen, onnan. Akkor is zavartak ki, mert hát mi reklamáltunk a partról, és mint szurkoló, és hát nem tetszett a játékvezetőknek. Na mindegy, hát van egy ilyen hangulat a Tüzér utcai sporttelepnek, vagy sportuszodának. És a többi csapat, tehát ezek a második számú együttesek, tehát mondjuk itt lehet a Fradina ellen egy olyan mérkőzés, hogy a Fradi éppen egy nagyon erős sorral fog kiállni, vagy ezek a második számú csapatoknak a szerepeltetés, ez hogyan értendő? Tehát, hogy itt nyilván nem az első osztály csapatból játszanak vissza, de mondjuk az ifi csapatból mindig tudnak, gondolom. Hát igen, én úgy gondolom, hogy itt legfőképpen az utánpótlás miatt indultak el, meg akik ebben a bajnokságban szerepelnek, legfőképpen az ifi, vagy adott esetben pár serdülő játékos is játszik, de az sincs kizárva, hogy az OB1-es keretből egy, vagy akár több játékos is lejön és vízbe száll, akár ellenünk, vagy más csapatok ellen. Igen, és hát ugye ennek azért is van veszélye, és megmondom őszintén, én a saját véleményemet tolmácsolom, akkor szerintem azért hülyeség ilyen második számú csapatokat így elindítani, mert mondjuk adott esetben, hogyha a Honvéd 2 kiáll esetleg OB1-es játékosokkal, mondjuk ellenünk, és kikapunk egyel, az ASI ellen meg nem, és mondjuk ezen múlik a feljutás, akkor az úgy nem biztos, hogy fair. Szemben olyan csapatokkal, mint mondjuk a Hódmezővásár, hát hogy valószínű, hogy jövő márciusban is ezzel a kerettel fognak dolgozni, maximum egy-két változás, hogy a télen igazolnak ide-oda. Szóval ilyen szempontból mennyire veszélyes mindig, hogyha ilyen csapattal játszatok, akár itthon, akár idegenben, hiszen én emlékszem, hogy tavaly ugye a Debrecen 2-től is kikaptunk, aztán a Honvéd ellen is sikerült kikapni, szóval hogy azért veszélyesek ezek a mérkőzések. Hát igen, veszélyesek, mert elég, ha csak a Szolnokot említem. Például ott egy Hangai Zoli azért elég komoly erősítés, amikor játszik, mert tavaly még egy BL induló csapatban játszott, és idén egy OB1B csapatban játszik, és ő játszik, akkor meghatároz az egész Szolnoknak a játékát. Na jó, hát a hírek szerint nálunk is lesz háromszoros olimpiai bajnok a csapatban. Igen, igen, ez lehetséges, sőt... Valani lehet. Igen, szándékosan nem hoztam fel a témát, hozzáteszem, mondjuk kapuban beszélünk ilyen dologról, és hát mondjuk szerintem kapuban egészen jól állunk a lábunkon, hiszen te is említetted, Ricsi, hogy Benedek Szabi nagyon jól kezdte a szezont, de hát azért azért ez mégiscsak egy demoralizáló lehet egy fiatal játékosnak, hogyha mondjuk egy Szécsi Zoltán áll vele szemben a kapuban. Hát azért elég úgy gondolom, hogy nem is tudom, hogy mi a jó szóra, hogy tekintélyt parancsoló, hogyha ő állna nálunk a kapuba. Nagyon sok a rutin, és nagyon sokat lehet tőle tanulni.
Hát amíg a Bíros Peti is beállna, és akkor lenne 6 olimpiai arany egy csapaton belül, nem? Igen. Na hát jó van, igazság szerint én azt gondolom, hogy itt elég sok mindenről tudtunk beszélni az OB1-BA csoportjának mezőnyét illetően. Hogyha a B csoportról beszélünk, ott nincsen diánk, viszont nyilván ismeritek a mezőnyt. Kik lehetnek esélyesek, ki lehet az a 4 csapat, amelyik a felsőházba jutásért küzdhetnek? Meg akkor azt a kérdést is felteszem itt, hogy erősebb az a B csoport, hogyha itt kimondottan csak a Nagy Kanizsát emeltétek ki, mint úgymond nagy rivális, aki kiemelkedik ebből a mezőnyből? Szerintem nagyjából egy erősséget képvisel a két csoport. Ott is a Szegedet lehetne jobban kiemelni. Jó, hát igen. Hát igen, az a Szeged az egyértelműen bajnok esélyesnek van kikiáltva, egyértelműen ők azért játszanak most, hogy visszajussanak az OB1-es mezőnybe. Most tudom, melyik csapatot lehetne még gondolni, így említeni, melyik... Békés Csaba ott van, ugye? Igen, most Békés Csaba ott van. Ők meggyengültek. Meggyengültek. Hát akkor már nem a régi csirkefogók. Ők voltak távozók pont a Hódmezőhöz, csak most nem játszott a Józsa TV például. Uh-huh. Na hát igazság szerint a B csoport tagjaival majd legközelebb, leghamarabb tavasszal fogunk találkozni, amikor ugye ketté válik a mezőny, és, vagy három felé, ugye idén is felsőházi, középházi és alsóházi rájátszás lesz itt az OB1B-ben. Hát bízunk benne, hogy a tradícióknak megfelelően mondjuk, hogy a tavalyi kisiklott év után most sikerül ismét a jól megszokott felsőházban szerepelni a fiúknak. Még mindjárt folytatjuk velük, pár percünk maradt egyébként a műsorból, viszont az elmúlt hetet illetően kell más csapatunkkal is foglalkozni, méghozzá férfi kosárlabdával, hiszen az NB1B zöld csoportjának első fordulójából elmaradt még korábban egy mérkőzés, és hát múlt héten pénteken Pápára látogatott Váci Péter együttese, ahol egy előzetesen elég kemény mérkőzésre lehetett számítani. Egy nagyon szoros találkozót láthatott a közönség, egy olyan végjátékot, ahol az utolsó percen belül 6 ponttal is vezettünk, aztán mit ad Isten, az utolsó másodpercre 2 triplával kiegyenlített a Pápa. Mindenki azt hitt, hogy vége van a meccsnek, csak a zsűri asztalon tudták, hogy még 1 másodperc van hátra a találkozóval, Váci Péter időt kért, aztán utána rászóltak a játékosok, hogy kérje még egy időt, hiszen volt még egy ideje. Változtattak a taktikán, és hát az lett a taktika, hogy az 1 másodperc alatt jött oldalra egy bedobás, és Varga Imre több mint 10 méterről dobott egy hatalmas csont nélküli hármast, és így 81-78-ra sikerült nyerni a Pápa otthonában. A szezon első győzelme is megvan ezzel, és hát nem véletlenül meséltem el ezt a történetet, egyrészt azért, mert Pápáról nincs felvételünk, másrészt viszont maga a dramaturgia mindenképp megérte, hogy beszámoljunk róla. Nézzük a többi eredményt még az zöld csoport első fordulójából, hiszen ahogy említettem, hogy a korábban itt már játszottak a csapatok. A Baja simán vert a Tiszaújváros csapatát, a Salgótarján otthon kapott ki 15-tel a Hódmezővásárhelytől, Albafehérvár 2, Óbudai Kaszások 76-62. A Győr-Deac mérkőzés vendéggyőzelme zárult, mármint a Győr játszott idegenben Debrecenben is 10 ponttal nyert. A Kecskemét otthon tartotta a pontokat a Smafce ellenében, és hát a mieink íme látható 71-68-as győzelme a Pápa ellen, ez mindenképpen megsüvegelendő teljesítmény. Láthatjuk a zöld csoport állását, 2 fordulót követően a 8. helyre jöttünk, de hát ahogyan az előbb a fizilabdás fiúknál elmondtuk, hogy 2 meccs után tabellát még nagyon-nagyon nézve nincs sok értelme. Itt ugyanez a helyzet, majd most hétvégén kell nyerni hazai pályán, és akkor remélhetőleg még jobban áll majd ez a tabella. Meg is mutatjuk önöknek a heti menetrendet, hiszen 3 egyetemi csapatunk is hazai környezetben szerepel. Időrendi sorrendben a férfi vízilabdások kezdik a sort. Szombaton 11 órától az Asi DSL lesz az ellenfél a Strandon. Jó hideg még mindig a víz? Vagy azért most melegedett valami? Most már alakul. Hát mire jön a sátor, addigra nagyjából meleg lesz, mert ugye október 15-től, ha jól tudom, akkor már rakják fel a sátrat. Szóval szombaton a fiúk a vízilabdásaink játszanak először az Asi ellen, és akkor fel a 9. pontra is, a 3-ból 3 győzelemre. Női kézilabdásaink is hazai pályán szerepelnek, szintén szombaton 18 órától a Budaörs lesz az ellenfél. 2 egyedüli pont nélküli csapat feszül egymásnak a Leányka úton. Hát bízunk benne, hogy a mieink lesznek azok, akik majd elmozdulnak a 0 pontosok táborából. És végezetül vasárnapra egy kosárlabda mérkőzés, EK, Eger, KUK, Újpest, MT,
17 órától a Lányka úti Eszterházi csarnokban. Végezetül még egy szomorú hírt mindenképpen meg kell osztanom önökkel, ha már kosárlabda. A napokban történt egy elég komoly, súlyos eset a férfi kosárlabdásainkat illetően, hiszen a csapat egyik játékosa Illés Balázs kórházba került, és hát nem érezte jól magát, a diagnózis pedig megállapított, hogy tüdőembóliája van. Ezúton is kívánunk Illés Balázsnak mielőbbi felépülést, és hát bízunk benne, hogy egyrészt tökéletes egészségügyi állapotba kerül hamarosan, másrészt pedig mielőbb, hogyha az Újpest ellen nem is, de utána már láthatni fogjuk ismét a pályán Illés Balázs, tehát neki jó felépülést, mielőbbi felépülést kívánunk. Kedves nézőinknek pedig azzal köszönjük meg a figyelmet, hogy most utánunk a beharangozottaknak megfelelően a férfi vízilabdásaink hétvégi Hódmezővásárhely elleni találkozóját megtekintetik itt a Lícom televízióban. Jövő héten pedig, ahogyan itt a heti beharangozón kapcsán lehetett gyanítani, egészen komoly meccsdömpinget tartunk itt a Lícom televízióban, hiszen lesz férfi vízilabda, megint női kézilabda és férfi kosárlabda, de hát ez a jövő hét történése. Hétvégén minden csapatunknak szurkolunk, fiúk, nektek is nagyon komolyan, találkozunk is majd a strandon, remélhetőleg szép időben, és sokan kilátogatnak itt a szombat délelőtti időpontban a mérkőzésre, és hát bízunk benne tényleg, hogy győzelemmel hagyják el a fiúk a medencét. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. Az egész szezonra sok sikert kívánunk, és hát majd várunk titeket vissza, de máskor is természetesen a stúdióba. Önöknek a figyelmet köszönjük, jövő héten találkozunk, addig is a viszontlátásra.